Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe, szálljunk fel a hype vonatra, tele van vele az egész Warframe community, internet, YouTube, anyám kinyi a Warframe, újra endgame-et kap. Vagy végre endgame-et kap? Hát nem tudom, volt endgame Warframe, hát na jó, viccet félretél. Valamikor régen tényleg volt egy endgame Warframe-ben, de még mielőtt erre rátérnénk, csak szólok nektek srácok, 2-kor kezdődik a livestream-em, és a livestream alatt a Warframe-es kedves kollégák úgy döntöttek, hogy ha fél óráig nézitek a kedvenc, mondom, a kedvenc Warframe livestreameleteket, vagyis Warframe live-ot, ha fél óráig néztek, akkor kaptok egy kavackint. Továbbá nem szóltam eddig, de jó, ha tudjátok, igen, megkaptam a saját glyph kódjaimat is, PC-re, PS4-re és Xbox-ra is, úgyhogy ha szeretnétek glyph kódot kapni, akkor eme videó megnézése után the jump a Twitch csatornámra, és ott elkaphattok, miközben livestreamelek, és persze kitárgyaljuk az új augment modok lehetőségét is, mivel hogy egész jóra sikerettek, és nagyon, nagyon sok potenciát látok egy-kettőben. Nos, de térjünk rá erre a bizonyos, hogy is mondjam, endgame féleségre, amit kapunk, ugye. Bemutattak egy csomó mindent ebbe a livestreamben, bemutatták Korát, az új Warframe-et, és bemutatták azt is, hogy lesz egy új ilyen user interface, és ilyen felhasználó képernyő a Warframe-nek. Én egy kicsit sűrűnek találom, és túl díszesnek, és úgy gondolom, hogy az nem feltétlenül tesz jót kezdőknek, és mit tudom én, ilyen még új játékosoknak mondhatni, mivel így is sok a Warframe egy új játékosoknak, még nagyon csicsa minden az egész képernyő, akkor végképp el lehet veszni, és valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit retrósítják, tehát emlékszem még anno a Warframe zárt bétájában nézett ki valahogy így a Warframe, csak ez csicsásabb, mint az, de valami hasonlatos képernyő felépítést terveznek, és hát nem tudom, érdekes lesz, ezt is megszokjuk. Szóval miután változtattak egyszer már rajta valamikor régebben ez az egész kinézetén a dolognak, annyira nem jött át azóta se jön át, és ez is egy kicsit túl sűrűnek tűnik a képernyő. Na mindegy, tegyük fél, mindezt, endgame, ott tartottam, jó van, nem beszéljünk hülyeséget, endgame. Féleséget kap, Onslaught névre hallgat, Sanctuary Onslaught névre fog hallgatni ez a játék, és annyit fog csinálni, hogy kb. Mint a Diablo 3-ban, egy különböző szinteken mész, ilyen rifteken mész át, ahol el kell töltsd egy bizonyos időt, egy bizonyos objektív mellett mondjuk, és ha eltöltöd ezt a bizonyos időt, túléled, nyílik egy újabb portál, jump a következőre, a következőre, a következőre, és ezt az ő szavuk elmondása szerint a veterán játékosoknak tervezik. Na most, azért itt egy pár kérdés felmerül, tehát kedves Digital Extreme, nyílt levél neked következik. Kérdés, vajon a veterán játékosok anno még, amikor endgame-ben játszottak, azért játszottak, mert hogy endgame-ért akartak elmenni, vagy azért játszottak, mert hogy megérte endgame-ig elmenni? Ezt meghagyom ilyen nyitott kérdésnek, amire most válaszolni fogok. Szóval számomra a Warframe endgame, amikor volt endgame a Warframe-ben, az azért volt endgame, mert hogy ami loot esetleg volt egy hosszú idő és játék után, az azért megérte addig elmenni, vagy ugye jelen esetben ugye a tower kulcsok voltak régen az endgame, és egy tower kulcs igen nagy kincs volt, ezért minél hosszabb ideig próbáltunk meg ott bennmaradni és kiformolni a lehető legtöbb prime alkatrészt, és tegyük fel régebben egy-két farm helyen is létezett endgame, és mert hogy az egész bolygón olyan nyersanyagokat dobott, ami egy azon adott pályán megtalálható volt, és ezért ha már oda mentünk, akkor ott maradtunk, jó sokáig teleszettük magunkat, és valá mindenki boldog volt, és egy efféle endgame, amiért megérte bennmaradni sokáig ezeken a küldetéseken. Na most, viszonylag titkolózok ezzel a dologgal kapcsolatban, de a kérdés tényleg az, hogy megéri-e majd elmenni sokáig ebben az új Sanctuary Onslaught nevű
játékmódban, ami hamarosan bejön. Na most milyen bónuszokról tudunk eddig? Annyit mondtak a devstreamen, hogy fókusz bónusz lesz, szóval, hogyha benn vagy egy adott szintjén a pályának, akkor minél többet kell lőni, lehetőleg minél gyorsabban, hogy megkapd ezeket a különböző fókusz bónuszokat, és így ilyen növekvő fókusz bónuszt tudsz elérni. Ez már egy jó dolog, oké, tehát ezért már úgy oké, és ha tényleg annyi fókusz esik, hogy megéri oda menni fókuszt farmolni, akkor már azt mondom, hogy ez egy jó játékmód, de még nem áttörés a dolgok felé. Jó lenne, hogyha esne rajta valami olyan jutalom, amiért érdemes elküzdeni, ha mondjuk csak mondjuk a 10. pályánál esne egy bizonyos fajta mod, vagy valami, és rátérve a modokra lesznek úgynevezett ilyen silly modok, ilyen hülye modok, amelyek hülyeségeket csinálnak, tehát ha berakod a fegyveredbe, ott például osztak is egy olyasmi, hogy meglövöd az enemit, és virágok nőnek ki rajta, hogyha kritikusat sebzel, meg lesz olyan is, ami beszélni fog, tehát meglövöd az enemit, és headshotot adsz neki, és akkor benyök valami szöveget a játék neked. Ez móka, és a legjobb kérdés fel is tették nekik fórumon, hogy mi értelme ennek, hogy ezeknek a modoknak, és akkor Steve meg is válaszolta, semmi. Tehát pontosan azért. De egy jelkép, hogy te ott jártál, és voltál, és voilà. Amit még valószínűleg, hogy lesz, az egy leaderboard. És az azért a pro játékosoknak, a veterán játékosoknak az sokat jelent, hogyha ott láthatják a nevüket a top akármiben. A kérdés, hogy milyen lesz ez a leaderboard, hetente törlődik, vagy megmaradott egy örökös szinten, már így nézünk elébe a nem tudom hány órás meneteknek valószínűleg, de minden esetre, akárhogy is lesz, az biztos, hogy az elején azért új kontentet biztosít a Warframe-ben, és természetesen, amint láthattátok, tehát maga a játékmód több fajta enemit fog tartalmazni, tehát nem az lesz, hogy csak Grenier, csak Korpusz, csak, hanem mindegyik kasztból, mindegyik szinten valószínűleg fogsz kapni valamit. Ezért a Warframe-ek, mondhatni, hogy a modolások nagyon általánosított kell, hogy legyen, vagy úgy kell legyen megoldva, hogy esetleg mindegyik kasztot túl tud élni. Főleg magasabb szinteken a fegyverédet úgy kell bemodolt, hogy mindegyik fajta enemire jusson, maradjon valami sebzés, és a Warframe-et is kb. Úgy kell bemodolt, hogy a különböző, a legtöbb szituációra megfelelő legyen. Úgyhogy mindenképp érdekesnek néz ki ez az új Sanctuary Onslaught, de ha olyan lesz, mint a Lunaro, hogy csak menj és játsszál, aztán majd történik valami, akkor gyorsan el fog halni. Ha nem lesz megfelelő jutalomforrás, akkor gyorsan el fog falni. Gyorsan el fog halni ez a játékmód. A fókusz jelen pillanatban egy olyan dolog a Warframe világában, amire nagy szükség van, főleg ugye az Eidolon huntok miatt, és ha bejön Vénusz, van egy olyan érzésem, hogy még inkább szükség lesz rájuk, de ez csak egy megérzés, és ezért is úgy érzem, hogy egy kis hangsúlyt fektetnek erre, meg ugye megemelték volt a fókuszpontok napi kifarmolását is, szóval valahogy erre akarnak mozdulni, hogy a játékosok minél több fókuszt összegyűjtsenek, mert valószínűleg a jövőben erre egyre nagyobb szükség lesz. Hát, meglátjuk, nem tudom, ti számítotok rá, hogy ez egy jó dolog lesz, egy jó endgame lesz ez nekünk. Ha igen, akkor válaszoljátok meg a Twitch streamemen, várlak titeket szeretettel. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!